Na, valakik hazajöttek. Sziasztok, Matilda vagyok, és a mai videó az bizony nem más lesz, mint egy reakció videó. Mégpedig egy Percy Jackson trailerre fogok reagálni. Ugyanis pontosan a mai napon, és ezt legalább bejelentették, úgyhogy tudtam készülni rá, hogy ne nézzem meg, kijött a Percy Jackson sorozatnak a rendes előzetese. Ugye eddig teaserek voltak ezek az egypercesek, most van egy 2,5 perces előzetesünk, úgyhogy ezt fogom ma nézni. Azért nem az asztaltól, mert akkor beálltátok az összes cuccot, ami most éppen az én szobámban van tárolva, mert a másik szobában stúdiót kellett kialakítani, karácsonyi fotózás, az mindegy. A lényeg, hogy így nem látszik, hogy tele pakolták a szobámat és kitúrtak belőle. Úgyhogy csapjunk is bele, mert már vagy 6-szor elém dobta az Instagram, és még mindig kibírtam, hogy egy képkockánál többet ne lássak belőle, úgyhogy itt az idő. Lehet ezt egy kicsit lejjebb. Igen, így. Hogy szokott ez lenni? Minden el van állítva. Dugom a fülecskémet. Feltételezem, hogy lesznek olyan képkockák, amiket már láttunk a teaserekben, de gondolom jobban ki lesznek fejtve a dolgok, úgyhogy vágjunk is bele. Nem tudom, hogy üljek, mert valahol be kéne majd vágni a Percy Jackson könyvek elé, vagy a másik oldalra. Na, de kényelembe helyezem magam. Odafér. Lássuk. Perseus. That's me. Mm-hmm. That's who you're named after. Because he was a hero? Because he was brave and kind and against all odds. He managed to find his way to a happy ending. I'm used to the world feeling weird to me. Like a puzzle with half their own pieces. But lately, it all feels different somehow. Percy, you are special. When you're ready to hear what the gods have in store for you, they'll tell you. Percy, the stories I have told you about great gods and monsters, they are real. This is crazy. You are a half-blood, and half-bloods are not safe in the world. Everything has been training for what's still ahead of you. Percy Jackson, your father needs your help. The master bolt has been stolen. If you don't return the bolt, there will be war. That is your quest. I know it sounds daunting, but you won't be alone. A quest is always undertaken by three. Demigods process reality differently. We gotta figure out what you're good at. Should I try again? No! There's no place for me here. You still don't get where you fit into all this. We were sent on a quest by the gods. What do you think, it'll be easy? Demigods, welcome. Mom, I'm not leaving you. Perseus! Hold fast. Brave the storm. Maybe I won't even need a sword. I'm gonna need a sword. Nice. Igen, voltak benne ugyanazok a jelenetek, amik már a teaserből is, de ugye sokkal hosszabban meg föl lett vezetve a sztori, és mit kell mondjam? Meg kell mondanom, nagyon-nagyon jól néz ki. Mármint így a vizuális része nagyon-nagyon jól néz ki eddig ennek a sorozatnak. Nekem nagyon-nagyon tetszik. Különösen az, ami ugye a filmekből egyrészt nagyon hiányzott, ott nem volt ilyen tábori egyenruha, úgymond. Tehát ott nem volt meg a sárga pólós egyenruha dolog, ami egy olyan atmoszférát teremt már egyből az egészhez, ami szerintem egy nagyon jó dolog.
Walker Scobar annyira Percy személyiségileg, hogy hihetetlen. Jó, tudom, nem pont úgy néz ki, mint Percy, de hogy a személyisége az annyira on point, hogy hihetetlen. Nagyon várom ezt a sorozatot. December 20-ától Szabin leszek, szóval mit tudjuk, mit fogok csinálni visítva december 20-án reggel. Le fogok ülni a Disney Plus elé, és a dupla részes premiért így fogom végignézni, 6-szor legalább egymás után. Tehát, hogy úgy érzem, idén karácsonykor én nem karácsonyi könyveket meg ilyeneket fogok olvasni, hanem egyrészt most már megvan az új Percy Jackson könyv. A promókönyv hozzá, illetve ezt fogom nézni. Idén nem Love Actually-t nézek, idén Percy Jackson-t nézek, tehát hogy hát sajnálom, ez egy ilyen fura év lesz, de azonnal lehet, tehát nekem ezt azonnal látnom kell majd. Még mindig nem találtam ki, hogy fogok erre reakció videót készíteni. Lehet, hogy csak ilyen utólagos összefoglalás lesz, mert élőben azt, hogy fölvegyek, gondolom ilyen 45-50 perces részek lesznek, 2 órányi anyagot, az így 10 percenként kell újraindítanom a kamerát hozzá. És 30 percet tudok kb. Max felvenni egy húzamba, szóval az úgy annyira nem esélyes. Arra gondoltam, hogy a telefonomat felállítom, és csak így az arcomat vegye legalább, ha már más nem. Legalább az első rész alatt, mert szerintem vicces lenne látni. De igen, ezt most játszok csak szépen vissza. Perseus, that's me. Nagyon cuki az elején ez a pici Percy-s rész. Because he was a hero? Because he was brave and kind and against all odds, he managed to find his way to a happy ending. I'm used to the world. Ja, és nagyon-nagyon szeretem azt is, hogy... Mit akartam mondani? Elrepült a gondolat a fejemből. A trailer alapján nagyon jól megtartották egyébként a lényegét a sztorinak. Tehát, hogy amitől a Percy Jackson sorozat az, ami, tehát a főbb események látom, hogy itt vannak. De vizuálisan nagyon jól néz ki. Like a puzzle with half their own pieces. Annyira jó vagyok. Ott egy Pegasus. They'll tell you. Percy, the stories I have told you about great gods. Az egyetlen, amit nem tudok hova tenni. They are real. This is crazy. You are a half. Az a jelenet, ami mindjárt jön, de közben eszembe jutott, hogy nagyon tetszik, hogy még mindig megtartották a Riptide-nak ezt az átírt verzióját, nagyon tetszik. Csodálatos zeneválasztás, approvalom. Clarice meg Luke is nagyon jól néznek ki. Percy Jackson, your father needs your help. The master bolt has been stolen. If you don't return the bolt, there will be war. Nagyon jól néznek, Capture the Flag-es részek is. Na, igen. Ez itt, ezt nem tudom annyira hova tenni, ezt a részt itt, ezt a kopasz néniset, mert valahol azt láttam, hogy ez talán a Moirák, akik a Herkulesben vágják át az életszalagot, de nem. Szóval ezt az egy jelenetet nem tudom hova tenni, azt a teaserbe se tudtam, hogy ez mit akar pontosan takarni. Meglátjuk, ha oda jutunk. Ó, milyen jó. Tök olyan, mint egy aranyjal lenne kiúzva a csajszeme. Na mindegy. Igen. Quest is always undertaken by three. Demigods process reality differently. Ott van a Nebes Sapia. És egy Percy nem tud íjazni. A nosztalgia. We were sent on a quest by the gods. What do you think will be easy? Demigods, welcome. Ja, és Lin-Manuel Miranda. Nem tudom, miért poénkodik a fél internet, hogy mit keres benne Lin-Manuel Miranda és Hermes, miért Loki annyira a többi isten közül, mármint, hogy ő úgy van öltözve, mint egy ember, de hogy amúgy Hermes a könyvekben is úgy volt öltözve, mint egy átlag ember. Percy úgy találkozott vele először, a második könyvben egyébként, tehát itt nem is lenne keresni valója körülbelül, úgy találkozott Percy Hermes-szel, hogy
Hermes kocogott Long Island-en, kocogós ruhába, tehát, hogy nem tudom azt, hogy hoodie-ba van, ez miért akasztotta ki az internetet, és én imádom egyébként Lin-Manuel Mirandát, úgyhogy én azon az oldalon vagyok, aki nem utálja, hogy ő lett Hermes, nem teljesen értem, hogy ezzel miért poénkodnak, valamiről lemaradhattam útközben. I want to need a sword. Annyira jó lesz. Csak tudom, hogy annyira jó lesz. Egyszerűen. Na, valakik hazajöttek. Itt a videózó. Igen. Szóval. De ez így nem jó. Így nem tudok fangirlelni, hogy tudom, hogy ott ültek a nappaliban. Nagyon-nagyon jól néz ki. Nagyon várom. És most még egyszer visszanézve, a kicsi Percyt nagyon eltalálták. Mármint, hogy nagyon hasonlítanak. Mindegy, lényegtelen. Nagyon jó lesz. Csak jöjjön ki. És ne kasszálják el egy évad után, mert ideges leszek. Úgyhogy igen, úgyhogy várhatjuk együtt a december 20-át, és nekem ez idén nem a karácsonyról fog szólni, hanem a Percy Jacksonról. Úgyhogy remélem ti is nagyon várjátok már a sorozatot, izgulhatunk együtt, és várhatjuk együtt. És hát nem hiszem, hogy ilyen hírek nagyon lesznek, vagy ilyen videót, amilyen híreket, mint most ez itt tartalmazni fog, nagyon lesznek addig, úgyhogy legközelebb szerintem már az első Percy Jackson, meg második Percy Jackson részre fogok reagálni videóban. Ha Percy Jacksonos videót rakok ki. Úgyhogy. Köszönöm szépen, hogy megnéztétek a videómat, hogyha tetszett, nyomjatok egy like gombot, és iratkozzatok fel a csatornára. Sziasztok, viszlát a következő alkalommal!